Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Ez egy rapid teszt, amelynek alanya az itt előttem elhelyezkedő sima mezei belépő szintű iPhone 16. Na most, iPhone rapid ezt csinálni mindig egy kicsit komplex, mert mindig vannak rajongói ennek a terméknek, és ennek a márkának is mindig vannak olyanok, akik kifejezetten utálják, de próbáljunk meg tárgyalagosak maradni. Kezdjük azzal, hogy hát ez ha a legolcsóbb megoldást keresed iPhone 16 fronton, akkor 400 ezer forintot kell a boltban hagyjál, és ezért cserébe megkapod a kisebbik iPhone 16-ot, amiben ugye 8 GB RAM van és 128 GB belső tárhely. Na most rögtön az első kritika az nyilván pont a tárhelyel kapcsolatos, ennyi pénzért más gyártónak már, hát őszintén szóval nincs pofája ilyen kevés tárhelyet adni, pláne úgy, hogy ugye ez hát nem bővíthető, de hát ugye az iPhone-oknál soha nem is volt az. Tehát igazából az ez egy kicsit szűkös. Ha kinyitjuk a dobozt, és hát ebben nem lesz nagy wow faktor, akkor gyakorlatilag azt fogjuk látni, hogy magán a telefonon kívül csak a tárcék be megkapni, mert hogy ugye most már egy ideje Type-C-sek az iPhone-ok -ok is, de továbbra sincsen sem töltőfej, sem pedig egyéb tartozék, viszont ugye tartozékokból tunát lehet itt mögöttem is van egy pancerglassos tok ehhez a telefonhoz, de bármennyi tartozékot tudsz hozzávenni, hiszen ez a világ egyik legnépszerűbb készüléke. Ha megnézzük a tavalyi iPhone 15 és az idei iPhone 16 specifikációit, akkor azt látjuk, hogy hát nem történt túl sok változás, és alapvetően nem történt változás a külsőben sem, ugyanazok a befoglaló méretek, ugyanakkor a kijelző. Mégis fel lehet ismerni az iPhone 16-okat egy dologról, egymás alá kerültek a hátlapi kamerák az átlósan elhelyezett korábbi elrendezéssel szemben, de egyébként maga a kijelző méret, maga a készülékház befoglaló mérete, a vastagsága, a súlya, az nagyjából ugyanaz, mint ami tavaly volt, szóval ilyen szempontból nem érezni nagyon, hogy nagyon nekidurálták volna magukat, hogy valami vadon az újat hozzak létre. Miközben ugye az egész bemutató arról szólt, hogy az alapjait újra tervezték az iPhone szériákat az AI miatt, de ez az újratervezés az a külsőt érintette a legkevésbé, és igazából ezek ilyen belső újratervezések. De maradjunk a kijelzőnél, ugye ez egy 6,1 hüvelykes kijelző, amit az Apple Super Retinának hív, és 1179x2556 pixel tud megjelenteni, egy AMOLED kijelzőről van szó egyébként, aminek kifejezetten jók a színei, nagyon jó a kontrasztaránya, és napfényben is elegendő fénysűrűséget biztosít. De ugye a helyzet az, hogy emiatt szakmai körökben nagyon sokan hisziznek, szerintem egyébként teljes joggal, hogy a 400 ezer forintos friss iPhone 16-ban még mindig 60 Hz-es bámulunk, és igen, jöhetnek azok a jellegű ellenpontok, hogy de az Apple rendszer annyira gördülékeny, és annyira jól megcsinálva az animáció benne, hogy nem tűnik fel annyira 60 Hz, mint más gyártók más modelljein. Ugyanakkor viszont maga a tény, hogy az Apple még mindig a 60 Hz-hez ragaszkodik, miközben már tehát ilyen 70-80 ezer fontos kategóriában is Android és berkekben legalább 90 Hz-es kijelzőt tudsz kapni, de nem ritka, hogy 120 hz -es. ez önmagában egy picit azért Spiritó. és mondom ezt annak ellenére, hogy ha valaki egy korábbi iPhone 15-ről, 14-ről, 13-ról érkezik, ami még szintén 60 Hz-es kijelzőt biztosított, neki nem nagyon fog hiányozni az, hogy ez most nem 120 Hz. Aki viszont már látott 120 hz mert mondjuk használt egy iPhone 15 Pro-t, vagy Pro max egy promotion kijelzővel, annak viszont azért lesznek olyan érzései, hogy hát itt van valami kis szellemképesedés, hogyha nagyon gyorsan gördít rajz a tartalmakat, de tény az, hogy az Apple megteheti, hogy 60 hz maradjon, és meg is teszi. Hardveresen egyébként hát okvetlenül fejlődött a telefon, mert hogy most már ugye az A18-as csíp van benne, az Apple saját tervezésű csípje, 3 nanométeres gyartástechnológia készül, ez egy 6 magos CPU és van mellette egy 5 magos GPU, illetve van egy 16 magos MPU is, ugye csak hogy tisztázzuk a CPU a számítási feladatokért felel, a GPU a grafikus feladatokért, az MPU pedig az összes ilyen AI funkcióját felel, és ugye hát alapvetően az van, hogy fejlődött a telefon CPU meg GPU frontján is, valamennyire javult a hűháztartása, ez főleg egyébként a Pro és a Pro Max modelleknél jobban tetten érhető, azok kevésbé melegszenek nagy terhelés hatására, de itt sincs különösebb probléma, sőt, hogyha egyébként mindenféle monitorozó programból kiszedjük azt, hogy mennyire terheli a processzort meg a GPU-t, Alapvetően azt, hogy használjuk a telefont, akkor nagyon kevés sét, tehát ilyen 20% körül van a CPU terheltsége, és a memória, ami 8 GB-ra most már ebben a készülékben, abból is kb. 2 GB-ot használunk ki általában, tehát ilyen szempontból masszívan túl van tervezve az a hardware is, ami ebben az iPhone 16-osban van, de alapvetően az Apple ugye az NPU-ra ment rá, hiszen ugye az felelős majd azokért az AI funkciókért, amiket vagy megkapunk valamikor itt Európában, vagy kb. soha, mert hogy ugye még az amerikai piacon se tották, tudták kitolni az AI funkciókat, amikről egyébként az egész bemutató szólt, és közben kiderült, hogy az európai piacra egyelőre be se tudják őket hozni mindenféle jogi okok miatt, és egyébként is lehet, hogy jó a később jönnének ide, mint hogy az USA-ba. Plusz ugye, ami különösen fájó nekünk, magyaroknak így az összes AI-os kapcsolatban, hogy általában ezek az AI nyelvi modellek, amik telefonokban vannak, ezek ritkán tudnak magyarul, vagy ha tudnak, akkor inkább eléggé mentén. Szóval mindazok a sok-sok újítások, amik elhangzottak ezen a bemutatón, és alapvetően az AI köré épültek, ami az Apple Intelligence rövidítése is lehetne, hiszen az Apple így hívja a saját megoldását, ezek a funkciók itthon egyelőre nem elérhetőek, tehát nekünk mi kénytelenek vagyunk AI nélkül megítélni egy ilyen telefont, és ha így nézzük, akkor túl sok változás nem történt. Ami mindenképpen történt, és ami mindenképpen változás, hogy a, annak ellenére, hogy jó pár évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy az Apple igyekszik a gombokat eltüntetni a telefonról, ennek ellenére most hát kaptunk rögtön egy plusz gombot, Én nem is beszélve ugye az akció gombról, ami hát felváltja a némító kapcsolót a Pro és rákerült ugye a sima iPhone 16-osra is, a kamera gomb az pedig egy olyan megoldás, aminek segítségével hát egyrészt gyorsan lehet elindítani a kamerát, és valószínűleg ez a leghasznosabb tulajdonsága, Másrészt pedig ez egy haptikus érintésérzékeny felület igazából, aminek a segítségével fényképezés közben elérhetünk bizonyos extra funkciókat, amiket eddig a kijelző böködésével érhetünk el. Megosztanak a vélemények, hogy ez kinek mennyire jön be. Általában az a mondás, hogy hát igazából túl sokat nem tesz hozzá, mármint ez a része a funkcionatásnak, ami még mindig hiányzik a telefonból, és hát természetesen erre is van ígéret, hogy változni fog, hogy ennek a haptikus felületnek a megérintésével lehet majd fókuszálni, illetve exponálni utána egy erősebb megnyomással. Ez kicsit olyan, mint ami a Sony telefonokon levő kameragombot jellemzi, azzal az eltéréssel, hogy az egy tényleges gomb, ez pedig ugye egy haptikus felület. Szerintem az iOS 18-at olyan, nagyon nem kell bemutatni senkinek, megvannak a szokásos funkciók, megvan a rendszernek az ismert logikája, továbbra is megvannak azok az extrák, amiket csak az Apple tud, mint például az AirDrop, ami az egyik leghasznosabb funkció, hogyha az embernek van egy MacBookja is, illetve ott van az óriási alkalmazás volt, amiről bármit lehet telepíteni. Tehát ilyen szempontból nincs óriási ugrás, hiszen ugye az AI funkciók, amik ugye az iOS 18 eszenciáját adnák, azok még nem elérhetőek, tehát ezzel talán kicsit kevésbé kell foglalkozni egy ilyen rapid testben, akit bővebben érdekel a téma, az megtalálja a részletes leírásunkat az iOS 18-ról a mobil arénán, illetve az iPhone 16-nak a mobil arénás tesztjében. Amivel viszont érdemes foglalkozunk, az a kamera. Um, kicsit azt vártuk, hogy talán az iPhone 16 alapmodell is fejlődni fog kamerás fronton, de ha megnézzük a szituációt, akkor azt fogjuk látni, hogy ugyanazok a kamerák vannak benne, mint eddig, annyi különbséggel, hogy most már ugye van autofókusz az ultraszéles kamerában is, de ugye az alapmodellen az Apple még nem használ zoom szenzort, vagyis hogyha te közelebb akarsz jutni a témához, akkor digitális zoomot fogsz használni, illetve hát mondhatjuk azt, hogy szenzor zoomot. Maradt ugyanaz a 48 megapixeles főkamera, ami eddig volt, és hát igazából, hogyha ha az autofókusz leszámítjuk, akkor az ultraszéles kamera is ugyanaz, mint amit az előző modellben is láttunk. Ez nem okatlanul probléma, mert hát a helyzet az, hogy az algoritmus algoritmusa kifejezetten ügyesen bánik ezekkel a szenzorokkal, ami azt jelenti, hogy nappali környezetben egészen kiváló fotókat lehet csinálni a főkamerával, és az eszi környezetben sem volt szégyent. Ugyanakkor viszont most már jóval több lehetőséget biztosít a felület arra, hogy mindenféle ilyen tónus beállításokat csináljunk, annak érdekében, hogy egy kicsit megváltoztassuk a képnek a színvilágát, és erre lehet, hogy azért van szüksége majd a felhasználóknak, mert az Apple picit talán túlzaton is agresszíven foglalkozni a HDR-rel, gyakorlatilag nincsenek teljesen fekete részek egy fotón, és igazából ami főleg probléma, és főleg azoknak, akik ugye magukat fotózgatják sokszor, hogy a bőrtonusokkal, hát főleg az európai kamerával, főleg akkor, hogyha nem túlságosan jók a fényviszonyok, akkor ilyen narancsárgába hajlunk át, és elég könnyű mindenkiből Trumpot varázsolni, de ettől eltekintve azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon korrekt főkamera. Az széles kevésbé korrekt, az ott azért lenne tere a fejlődésnek, főleg az esti időszakban, de alapvetően azzal sincsen különösebb probléma, tehát kamerás fronton még mindig teljesen oké okay az iPhone 16. Gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy bármit fotózol, az kapásból mehet közösségi médiára, mert egy picit, mint a túl lennének húzva a színek, egy picit, mint a látványosabb lenne a kép, mint a valóság, de ugye az Instagram, meg a TikTok, meg az összes többi platform pont ezeket szereti. A videózásra váltunk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a 4K 120 FPS az csak a Pro modellek kiváltsága, tehát maximum 4K 60-ban tudunk rögzíteni. Alapvetően a két szenzor közötti váltás abszolút folyamatos és gördülékeny, tehát tényleg remek megoldás, és a mozgás az egyéb akciómód bekapcsolása, és minden olyan funkció, amivel még lehet javítani, vagy customizálni a videóknak a minőségét, az kifejezetten jó. Ráadásul lejött a korábbi audio mixer a Pro modellekből, most már a sima készülékekbe is, vagyis be tudjuk állítani, hogy melyik mikrofonnal mennyire intenzíven rögzítsen hangot videózás közben a telefon. Ez például tök jó akkor, hogyha beszélő embereket veszünk föl, mert akkor a beszédjük az hangosabb lesz, mint a környezeti zajok. Egy egészen piciként növekedett az akkumulátor kapacitása, nagyjából egy ilyen 150 mAh órával nagyobb a telep az új iPhone 16-ban, mint az előző modellben. ez üzemidő szempontjából nem okoz szignifikáns változást, sokkal inkább az okoz változást, hogy a kicsit az iOS 18 jobban van optimalizálva, a kicsit a chipset takarékosabb, de ettől még azt lehet mondani, hogy egy másfél-két napos töltési ciklusra kell berendezkedni. És töltési fronton is van változás, és sajnos nem abban, hogy a vezetékes töltés nagyobb lenne, továbbra is 25 watttal tudunk tölteni vezetékesen egy iPhone viszont a MagSafe segítségével most már 25 wattra nőtt az így elérhető töltési sebesség is normál C és C2 töltőkkel viszont maradtunk 15 wattos tempónál na most ez megint egy olyan pontja ennek a telefonnak, amint amit a kijelző kapcsán el tudok mondani, hogy mindenki hozzászokott hogy ilyen gyorsan tölt az iPhone de ettől még ezen az árszinten ez nem igazán elegáns mert hát amikor már repkednek itt a 120 wattos töltési sebességek konkurens gyártóknál, illetve most már ugye az Apple is type c váltott, tehát a PD3.0 meg a TPD 3.1-es szabványt egészen nyugaton tudná használni, akkor ez a 25 wattos töltési sebesség, hát mondhatni, hogy lassunak számít. Jó, próbáljunk összegezni, mert Hát igazából az a szituáció, hogy aki már látott iPhone-t, az iPhone 16-ban nincs nagyon sok meglepetés. És mi is így voltunk vele. A helyzet az, hogy nyilván azt lehet érezni, hogy az Apple-nek évről évre kihozni egy új telefoncsaládot, az mindig valahol, mint egy picit fejtörésnek és egy kicsit izzadságszagúnak is érződne, mert ők azt gondolják, hogy az iPhone igazából úgy jó, ahogy van. Ugyanakkor viszont, hogyha azt nézzük, hogy a 15-ről 16 mennyit fejlődött, az gyakorlatilag elhanyagolható. De azt nézzük, hogy mondjuk az iPhone 12 képest hol tart most az iPhone 16, akkor az már egy elég zombos különbség. És igazából miután ugye az iPhone-ok -ok tartják a legjobban az árokat a piacon, és az iPhone-okat szokták a legtovább megtartani a felhasználók, ezért aztán azt lehet mondani, hogy hát az ügyfelek, azok az ügyfelek, akik a 12 ről váltanának, azoknak már lehet, hogy érje elgondolkozni én 16-oson. De egyébként is az apple Usereknek egy jelentős része 3-4 évente cseréli csak a le a készülékét, amiben nyilván az is benne van, hogy az Apple nagyon hosszú szoftveres száportot biztosít az összes iPhone-ra. Tehát tényleg ezek egy időtálló megoldásnak bizonyulnak. És igazából nézhetjük ezt a dolgot úgy is, hogy ha az ember négy évente akar telefon cserélni, akkor fejlődik eleget ahhoz az iPhone széria, hogy már legyen benne rengeteg újdonság, ami a korábbi modellekben nem volt benne. Ha viszont azt nézzük, hogy az előtt modell ez mennyit változott, akkor azt mondhatjuk, hogy az gyakorlatilag elhanyagolható. Itt egy új kameragombot, egy picit nagyobb akkumulátort és egy újabb chipsetet lehet mondani, de addig, amíg az AI funkciók nem érkeznek meg Magyarországra, addig lényegében Tök mindegy, hogy milyen hardware van az aktuális iPhone-ban, mert amit beleraknak az általában mindig elég ahhoz, amit az ember a hétköznapi munkája és feladatai során használni óhajt. Szerintem egy Rapid testben, egy iPhone 16 kapcsán ennél többet elmondani talán lényegtelen, vagy nem fontos. Ö, mégis azt gondolom, hogy biztos vannak, akik sokkal mélyebben szeretnék megismerni ezt a telefont, őknek nem kell kétségbe esniük, mert van egy remek írásos tesztünk a mobilarena.hu-n, aminek a linkit beletettem ide a leírásba. Ha hasonló rapid szeretnél nézni ezen a csatornán, akkor pedig nyomjál meg minden gombot, amit felkínál a számodra a YouTube itt a fejem körül, és akkor nem fogsz lemaradni a későbbi érkező tartalmainkról sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!